Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... ...díjas művész, és holnap reggelig sorolhatnám az érdemeit már neki, akinek nem kell meghalni, hisz már életében nagyon népszerű. Ilyenek a kortárs művészek, akár hiszik, akár nem. És már is átadom az elképzelt mikrofont Hegedűsdék Gézának. Szia, jó Géza, reggelt, jó reggelt, Péter, kívánok! Szervusz. Csillogó szemekkel érkeztél, más normális ember ilyenkor még ilyen nagyon szeretne még egyet nyújtózni, megfordulni az ágyba. Mi meg mindketten már hajnalok óta dolgozunk, tanulunk, és próbáljuk az általunk vért igazságot hinteni. Igen. Mi történik a macskával egy forró háztetőn? Hó, macska a forró háztetőn. Képzeld el, az milyen érzés lehet, vagy mire utalhat, hogy az emberi viszonyok között, mondjuk egy ember, vagy egy hölgy, úgy tűnik, mintha úgy viselkedik, mint macska a forró bádok tetőn. Azért az elég nyugtalanító, izgató, ugye helyzet, hogy szinte menekülni az ember onnan, de mégis ott marad, mert van valami jó. Van valami, ami izgató. Tennessee Williams Macska forró bádok tetőn című darabját próbáljuk a Pesti Színházban Valló Péter rendezésében. Újrafordította egy nagyszerű kortárs szövegé avatta az egész példányt egy Barbás András nevű kedves... Te már az előző rendezésben is felléptél? Nem. Az előző rendezés az körülbelül a Víg Színházban, képzeld el, 1967-ben volt. Várkonyi Zoltán rendezte a főszerepekben Rutka Évával és Darvas Iván. Ez volt 67-ben a Pesti Színházban. Volt egy aztán közös vagy 20 nagy bukásuk ezelőtt... is, az nem ez volt? Tessék? Volt egy közös nagy bukásuk is, ez nem ez volt? Ez nem, én nem láttam, hogy akkor még gyerekkoromat éltem más vidéki tájon, viszont olvastam róla, ugye a férfi főhős, aki ott akkor, annak idején Darvas Iván játszott. Egyébként el volt törve a lába. A szerep szerint el van törve a bokája, és az Ivánnak valóságosan el volt törve a bokája. Olyan, nagyon átélt a szerepet. És arról mesélt az Iván, emlékszem rá, hogy a kritika szóvá tette, hogy akinek el van törve a bokája és be van gipszelve a lába, az nem így jár, ahogy Darvas művész úr járt a színpadon, pedig ő csak úgy jár. Mint akinek el van törve a bokája. Tehát nem kellett, hogy azt mondják, hogy egy ripacs, ő neki el volt törve a bokája. Igen, ebben az előadásban én Big Daddy-t játszom. Nagyon izgalmas maga a mű, és olyan érdekes, hogy az 50-es évek derekán írta ezt Tennessee Williams, Amerikának egy ilyen középső részén, ahol egy elég konzervatív világ létezik, a föld, a mezőgazdaságból él. Tulajdonképpen egy paraszt dráma, ha hiszed, ha nem, Amerikából. Ez az öreg családfő, ez a parasztból. A Big Daddy. A Big Daddy egy nagy, gazdag ember élet, aki azt mondja, hogy több száz millió van KP-ban, több száz millió ugyanennyi van papírokban, és plusz 12 000 hektár föld, enyém a fél megye. Halálos beteg. 65. születésnapját ünneplik. Ott van az egész rokonság, a környezete, és mindenki a ugrásra készen, macska a forró bádok tetőn, hogy vajon hogy fog végrendelkezni. A Big Daddy azt hiszi, hogy ő nem is beteg, holott kórházi kezelésnek volt elve. Hoznak egy hamis orvosi igazolást, hogy minden rendben van. A legnagyobb örömünnep, várják, hogy akkor itt megtörténik a végrendelet és a nagy vagyont, hogy lehet szétszedni, ki mit tud kimarkolni belőle. Tehát, ha ő és képzeld el, hogy egy 2,5 órás előadásban
egy este, egy vacsora utáni tömör, nagyon kompresszált drámai helyzetben, hogy robbannak föl ezek a helyzetek, és mindenről szó van. A legfontosabb, ami általában az életben fontos, a pénz és a szerelem. És ugye, ami a darabnak is ez a központi nagy problémája, akinek van, vagy aki megéli, aki nem, nem éri el azt, amit szeretne. És ezeknek az alfajai, tehát nem tudom én, hogy hűség, hogy felelősség, hazugság, képmutatás, árulás, csodál, és az élni akarás, az elemi élni akarás. Csodálatos, szereposztás is nagyszerű, fiatal kollégáimnak jelentős feladata van benne, a már jelentős művészi rangnak örvendő Szilágyi Csenge művésznő maga Meggi, az ő partnere Brass Bence, a Brick névre hallgató szerepben, Igó Évika Big Mama, ő az én feleségem, a Big Papa szerény személyem, van még egy idősebb fiam is, az ő feleségem, Telekes Péter, illetve Radványi Csilla, illetve van benne még egy pap, meg egy orvos, és kész, ennyi az egész. Miért a Pesti Színházban és nem a Vígbe? Hát ez egy kamara darab, az az igazság, viszont annyira eleven, tehát olyan, hogy az 50-es években született darab, ami akkor még nagy amerikai mintázatot adta, hirtelen 2023-ban, mintha saját problémák kellős közepén. Na jó, ahogy Darvasnak a kritikusok azt mondták, hogy nem így, neked sem mondhatják azt, hogy a föld való szereteted az nem valódi. Imádom, hát én ebből a szociológiai közegből nőttem ki, láttam ezeket az embereket. Csodálatos. Tehát a hallgató embereket, a fogcsikorgatva, a dolgozó, reggeltől estig dolgozó, és a legnagyobb szorgalommal végigélt életeket. Ez csodálatos. Tényleg remekül. Olyan élmény lehet annak, aki szereti a földet úgy beletúrni és megszagolni? A szép az, én most visszatekintve már 7 évtized távolából az én gyerekkoromra, hogy amit megértettem, hogy tulajdonképpen ez a föld a természettel szimbiózisban élni, tudomásul venni az évszakok parancsát, annak a nagy bölcsességének a hordozói az ott élő emberek, hogy bizony a természet az nagyobb erő, mint mi vagyunk. Tehát emberek, ha tél van, akkor télen telelünk, ha nyár van, a nyáron akkor nyáron nyaralunk. Minden alkalommal hozol magaddal valamit, lássuk, mit találtál. Képzeld el, nem, hát ugye idén ez a nagy évfordulók, irodalmi évfordulók esztendeje ez. 200 éve írta a himnuszt Kölcsey Ferenc, Petri György 80 éves lenne, Petőfi Sándor 200 éve született, Csokonai Mihály 250 éve született. Petőfi Sándorról most Kínában is évad van, meg az összes nem véletlen, hisz Petőfi Sándor a kínai irodalomban az egy mintaértékű nagy költészet. Na most az igazság az, arra gondoltam, hogy tudom, hogy mennyi problémával megterhelt, és mennyi zűrrel, iszonyú teherrel megterhelt a világ, és azt gondoltam, hogy Petőfi Sándor lírai költészetét mindenki ismeri. Ebből, az alkalomból mégis Karinthy Frigyeshez fordulnék, a tanár úr kéremben, van dolgozat Petőfi Sándor költeményéről, tessék. Két dolgozat van, de én csak az egyiket. Egyfeles dolgozat, ez a címe. Petőfi és a líra. 1823 szilveszter éjszakáján vagyunk. Odakün apró pihékben szállingózik a hó. De bezzeg, nagy öröm dagasztja keblét a helybeli mészárosnak, kinek kiskörösön gyermeke született szilveszter szent éjszakáján. Egészen kicsi csecsemő.
Fekete szemeivel, melyek még gondtalanul bámulják a szegénye szoba nyírkos gerendáit, most anyjára pillant, és nem tudja róla levenni a tekintetét. Az anya szeretett teljes, bensőséggel hajol a gyermek felé, és az igazi anyákat jellemző gondossággal igazítja meg a bölcső kemény, de fehér vánkosait. Mit sejt ezen anya? Ezen anya nem sejti még, hogy a Parányi bölcsőben az egykor nagy Petőfi Sándor piheni ártatlan gyerek álmait. Petőfi. Midőn e szót leírom, ezer emlék rajzik fel lelkesült agyamban. Gyönyörű költemények zengenek, bonganak, melyeket oly lelkesen kipirult arccal olvasgattam, otthon, szerető szüleink körében s az iskolában, ahol nagyra becsült tanárunk oly szépen magyarázta el a költemények rejtett szépségeit, s lelki szemeink előtt még a magyarázatot hallgattuk, mint egy álomkép vonult el a napsugaras alföld, a kis tanya, a betyár, a juhász és a szamár. De ki győzné felsorolni? Petőfi lírai költészetében a szubjektív, az alanyi elem lelkesíti legjobban szívünket, míg aranynál a komoly, objektív hang késztet férfias bölcselkedésre. Petőfi a mi nagy költőnk, a mi büszkeségünk, egyik kezedben lanttal, másik kezedben csatabárdal, nyugodj békében a segesvári harctér elfedett hantjai alatt korhat sírhelyeden. Goldfinger Rezső, 6. B osztályos tanuló, Petőfi és a líra. Szóval Hegedűs D. Géza, lelkiállapotunkat rendbe hoztad, és azok, akik a híradónkat, a világ vérző problémáit látták és hallották. Hallották ma reggeli beszélgetésünket. Harcoltunk az antiszemitizmus ellen, beszélgettünk az ellenzéki párt alelnökével, de elrepültünk a Közel-Keletre is. Megbeszéltük, hogy vajon a földrengés segít-e Erdoğannak újból államfőnek lenni, vagy hogy rendezi ügyeit az arab világgal a szír elnök a földrengések után. Jön majd a Pirkadat Extrában Magyar György is, a nemzet lelki ismerete, és természetesen velünk volt Szabó György is, és megbeszéltük a Magyarországon található elcsáklizott zsidó temetők sorsát, amelyek Isten segítségével és a magyar kormány segítségével visszakerülhetnek jogos tulajdonához, hisz mégsem kéne szalonnát sütni egy temető részén és elcsatolni magánterületnek, hisz a halottaknál jár a tisztelet. Nem véletlenül, hogy 5783 esztendős múltunk még mindig összetart minket, törvényeinket, ezt, amit kérünk másoktól is, hogy becsüljenek meg. És akkor 9 órakor jön egy általam vélt objektív híradó. Ha önök másképp látják ezt, ragadjanak tasztatúrát, írjanak, telefonáljanak, de ne felejtsék, 10 óra után rendes ember nem telefonál, hisz más is aludni szeretne, és az ünnepeket sem zavarjuk meg. Időbe közöljük, hogy mikor vannak az ünnepek. A legközelebbi ünnep az pénteken délután, amikor is ránk köszönt a sabat. Önöknek is azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, nézzék tovább műsorainkat, és ne felejtsék el, hogy én holnap reggel is élőben várom önöket, és majd eljutunk oda, hogy megbeszéljük, hogy hány órakor jön be a sabat, és egész mocásig a megszokott rendszerben csak akkor kapcsoljuk élőbe adásainkat, ha valami borzalmas történik. Tehát az ünnepeket is tartsák be önök is, ugyanúgy, mint mi. Jöjjön a híradó a viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt voltál, Géza. Én is köszönöm.